Ezek a felvételek az egyik Rakamazi általános iskolában készültek. A gyerekek és szüleik regisztráció után az aulában vehették át az élelmiszercsomagokat. A téli szünet idejére ez tartós élelmiszerekből tevődik össze, mintegy 4000 forint értéket képvisel egy csomag, kapcsolódva a kormányzatnak azon elképzeléseihez, hogy minden gyerek lakjon jól, tehát az önkormányzat a téli szünet idejére is biztosítja a gyermekeknek az étkeztetését. Joghurt, tej, almalé, májkrém és téli szalámi. Többek között ezek sorakoztak a csomagokban. Ám az élelmiszerosztás nem csak a gyerekeket érintette, a településen több mint 1260 év felettit is segítenek az ünnepek előtt. A rakamazi polgármester többekhez személyesen vitte ki a csomagot. Mindenkinek nagyon nagy segítség, főleg akinek sok gyerek van, és a nyugdíjasok is nagyon hálásak a postán mindenütt. Hallom, hogy istenítik a polgármestert, mert ez nagyon nagy segítség sok családnak. Például az én szüleim is nagyon jó néven fogadták, mert nem nagyon volt még erre példa. A város képviselőtestületének határozata szerint azoknak a kisgyerekeknek is biztosított az önkormányzat csomagot, akik 2015. augusztus 31. napjáig 2,5 életévüket már betöltötték. A kisgyermekeket, iskolásokat és időseket is érintő élelmiszerosztásra saját önkormányzati forrást használt fel Rakamaz, és már Mikulás előtt is segítettek a családoknak. Összesen 8 millió forintos szociális keretet használtak fel így, a két jótékony akcióra.